Sziasztok! Most elmesélem nektek, hogy mi történt a hétvégén. Mert képzeljétek el, hogy mi kitaláltuk, szeretünk volna találkozni a szüleinkkel, akik 70 pluszosok már mindhárman, és több száz kilométerre laknak. A végén találkoztunk már velük, és gondoltuk, hogy olyan jó lenne összejönni. És kitaláltuk egy hete körülbelül, hogy hát jöjjenek el hozzánk, jöjjenek el egyszerre, töltsünk együtt egy nyárzáró, grillezős estét. De hát mikor legyen? Legyen pénteken. És így lett pénteken. Ehhez persze már csütörtökön előkészültünk, azt a napot nagyjából erre szántuk, aztán utána pénteken délelőtt már fogadtuk őket. Akkor el voltunk egész nap, ebéd, vacsora, grillezés, csak azért is jó idő lett, mert hittük, hogy majd jó idő lesz, és megengedi ezt, de hát vasatarasz, ezt megengedte ezt. És amiért mesélem ezt, mert szombat délutánig itt voltak, akkor jöttek a párok gyerekei, akkor velük töltöttünk napokat, kirándultunk, és tegnap szólt a fiam, hogy eljönnének hozzánk ma, meglátogatnának. És én úgy örülök, és tudjátok, hogy miért? Mert most megkészülünk nekik ebéddel beszélgetésre, de ma ugye hétfő van. És amiért elmondom ezt, mert szerintem ez a szabadság. Szerintem én ennek örülök, hogy tudunk úgy dolgozni, hogy akkor dolgozunk, amikor akarunk, mert közben azért az a munka is el volt végezve, meg el van végezve, meg el is lesz végezve, élvezzük, és azért élvezzük, én nagyon-nagyon élvezem, mert pont ezt a szabadságot tudom megadni azoknak, akiket érdekel. Úgyhogy, ha szeretnéd, hogy neked is akkor legyen a családodra időd, amikor te akarod, hogyha szeretnéd, hogy ne kelljen soha elkéreckedned, ha szeretnéd, hogy akkor legyél azzal, akivel akarsz, amikor te akarsz, ha szeretnél igazi szabadságot magadnak, és ezt megvalósítanád, ha hajlandó lennél érte tenni, akkor írj, kommentelj, küldj üzenetet, vagy tudod mit? Akár a kérdőívet is kitöltheted, amit küldött. Hát, ha neked is tud lenni egy szabad életed, ma úgy döntesz.